Köszöntöm a nézőket! Nem telhet el a szeptember légiparádé nélkül, ismét várják vasárnap a vasmadarak szerelmeseit, a családokat Börgöndre. Vendégeim a stúdióban Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülőegyesület elnöke, és Józsa Dávid, világbajnok, vitorlázó műrepülő és a szakosztályvezetője ennek a szervezetnek. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Kedves csokonok! Hát, ahogy mondtam, hogy szeptember tényleg nem telhet el szerintem légiparádé nélkül. Hála Istennek még azért tavaly is megrendezésre került ugye ez a szuper nap szerintem, ami így tényleg a családokat és minden érdeklődőt megmozgat. De hogy hova is vezethető vissza ennek a légiparádénak a története? Azt kérdezném Önöktől. A történet 26 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az Albatrosz Repülőegyesület elfoglalta a Börgöndi repülőteret repülés céljából. Akkor még közösen az ott állomásozó magyar alakulattal szerveztük az első repülőnapot. Sajnos az alakulat egy év múlva felszámolásra került, és az egyesület maradt a területen. Így saját maga rendezte a repülőnapokat, és ahogy múltak az évek, ez a rendezvény egyre szélesebb lett, egyre nagyobb érdeklődésre tartott számot, és hát a mai volumenit tekintve bekerült az ország legjobb repülőnapjai közé. Mi volt egyébként így a cél annak idején, amikor az elsőt megrendezték? Hát mindenképpen az, hogy az embereket a repülés közelébe hozzuk, hiszen egy ilyen repülőnapon sokkal közelebb kerülhetnek repülőgépekhez, pilóták az emberekhez, és nem titkolt cél az, hogy a fiatalokat bevonzuk a repülésbe, hiszen nagyon nagy hiány van ma a pilótákból, főleg a katonai vonal. Ennek okán két évvel ezelőtt elindult az egyesületben egy kadétképzés, aminek az eredményei az idén már érezhetők voltak. Így a Honvédelmi Sportszövetséggel, a Honvédelmi Minisztériummal karöltve Börgönde a nyugati ország résznek egyfajta képzőhelye lett a fiatalok tekintetében. Milyen szervezés előzi meg azt, hogy legyen egy ilyen légiparádé Börgöndön? Hát mindig van egy év azért, amíg lehet készülni, de hát több hónap gondolom én még összeszervezik, milyen gépek jöjjenek, mi minden legyen a programban. Ehhez a rendezvényhez külön légtér kell, ugye a Börgöndnek van egy légtér, amit egy törnyős ugrásra, vitorlázó repülésre, vitorlázó műrepülésre használunk. Egy ilyen rendezvénynek külön légtér kell, miután Börgönd közel van a TMA-hoz, Ferihegynek a közel körzetéhez. Jóval előbb el kellett kezdeni, hogyha lehet vadászgépet hívni, és jön egy vadászgép, akkor annak nagyobb légtér kell, tehát ez 3-4 hónapja elindult. És akkor összeszervezni a többi programokkal, hisz minden érkezőnek van, például ezen a hétvégén van szegedi repülnap, hogy akkor hol van, melyik nap jön hozzánk, vagy melyik nap egy Szegedre, hogy tud hozzánk jönni, és úgy gondolom, hogy sikerült idén is összerakni egy jó kis programot. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy mindig vannak állandó repülőpilóták, akik jönnek, és mindig van valaki, aki mondjuk egy ilyen híresebb repülő, mondjuk mint ön, tehát akit így ismernek? Köszönöm szépen. Én 2012 óta, amióta versenyzem a válogatottban, azóta talán csak a tavalyi évet hagytam ki itt a Börgöndi repülőnapon. Mindig próbálunk újakat hozni. Tavaly sikerült egy Mustangot Szegeddel közösen Németországból. Idén pedig a katonáknak, a honvédségnek köszönhetően lesznek olyan repülőeszközöket, amik eddig még nem voltak láthatók Börgöndön. Például az új H-145M típusú helikopter. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy milyen típusú gépeket hoznak idén, tehát mi az, amit meg tudnak nézni, mi az, amivel repülnek, tehát mik az, amik ott fönt láthatnak, és mi az, amit lent láthatnak majd a nézők, a közönség? Délutáni programban kezdődik majd a katonai blokk. Azt gondolom, hogy egy repülőgép minél zajosabb, annál érdekesebb a közönség számára, így a 14 órakor a magyar vadászgép a Gripen fog kezdeni, egy alacsony magasságú műrepülést fog bemutatni, de láthatunk majd kiképzőgépet is, az Lint 242-est, ami majd műrepülni fog. Ezt a gépet láthatjuk egész nap statikus kiállításban is, és az előbb már említett új beszerzésű helikopterek, amiből láthatunk Börgönden statikus kiállításban is egész nap, de ő egy helyváltozhatásos gyakorlatot fog majd dinamikusan bemutatni. Tehát érdekes program lesz a honvédség részéről, a légierő részéről. Ejtőernyős ugrásokat is fogunk látni. Egy Mi-17-es katonai helikopterből a szolnoki katonák, illetve az Albatrosz Repülőegyesület ejtőernyősei fognak K-10-ben bemutatót ugrani.
és hát ezt követik majd azok a civil repülőgépek és bemutatóik, amik azt gondolom, hogy évről évre akár lehet standard is, de nem lehet kihagyni őket. Tehát akkor a közönség igény egy Delfin kiképzőgépre, vagy egy Mi-2-es helikopterre. Lujónak a bemutatója az a világon egyedüli, amit tud végezni a helikopterrel. Úgyhogy ezek mind-mind láthatók lesznek majd, és hát ugye nagy büszkeségünk Dávid, aki az idén vállalta, hogy a vitorlázó műrepülőgéppel zenére ismét elkápráztatja majd a közönségét. Honnan indulnak egyébként így a gépekkel, mire ide érkeznek Börgöndhöz? Van, aki Tökörről jön, van, aki egyenesen Szegedről, van olyan, ugye most a vasárnapi budapesti rendezvény miatt, pápa látogatás miatt légtérzár lesz, úgyhogy van, aki mellé jön szombaton Budapestről. Úgyhogy az ország majdnem minden részéről érkeznek repülőgépek. Között látjuk ezeket a képeket is, amik tavaly készültek, hogy tényleg eléggé látványosak ezek a bemutatók, főleg az, hogyha most zenére fog egyébként tényleg repülni, azt gondolom, hogy az még egy pluszt is fog adni. Fontos-e, hogy milyen időjárás van mondjuk egy repülés szempontjából? Tehát van-e olyan mondjuk zuhogó eső vagy vihar, amikor már nem nagyon lehet repülni és nem lehet bemutatót tartani? Mert szerintem a nézők egyébként nem tartaná vissza, tehát hogy ők ott lennék és várnák. Igen, tehát azért az nagyon fontos, hogy esős, borús időben azért biztos, hogy kevesebben látogatnak ki, és a repüléseknek is van egy időjárási korlátja, egy minimum. Van egy látástávolság, azt gondolom, hogy ezzel most nem lesz baj, van egy felhő alap és van egy szél. Úgy néz ki, hogy mindegyik rendben lesz, tehát hogyha mondjuk egy 3-400 méteres felhő alap van, akkor egy helikopter alatta még lehet repülni, de egy vitorlázó műrepülő, vagy egy motoros műrepülő, vagy egy vadászgép a függőleges manővereit nem tudja megcsinálni, vagy adott esetben már az átrepülés is meghiúsulhat, mint például 2019-ben, amikor az egész délelőtt rossz volt, de gyakorlatilag a 2 órás kezdés előtt fél órával olyan lett, hogy a Gripen is át tudott jönni Kecskemétről. Most úgy néz ki, hogy ilyennel nem lesz gondunk. Ugye tényleg szerintem arra is alkalmas egy ilyen repülőnap, vagy hát légiparádé, hogy azért a gyerekek figyelmét is tényleg így felkeltsék egy ilyen repüléssel. Van mód arra, hogy találkozzanak önnel mondjuk és beszélgessenek? Egy kicsit lehet ismerkedni így a repülések közelebbről is? Így van, erre mindig figyelünk. Van az Egyesületnek egy folyamatosan gyarapodó gyűjteménye. Az An-2-es mindig ki van nyitva, úgy van, hogy a gyerekek benne legyek. Benne vannak pilóták, akik repülték a típust. A vitorlázó szakosztály, az ejtőernyős szakosztály, a sárkányos szakosztálynak a repülőgépei ki vannak állítva. Idén lesz egy újdonság. Sikerült megvásárolni egy olyan Kamov K-26-os típusú helikoptert, ami egykor itt Börgöndön szolgált, tehát tényleg börgöndi helikopter volt. Ezt elkezdtük felújítani. Előjött rajta az eredeti katonai festés az oldalszámmal, jelzéssel. Ez abban az állapotában, hogy most van, tehát egy kicsit tarkán zöld, mezőgazdasági sárga, és már rendes repipari technológiával lemaradva a fémszín, ez ki lesz állítva, illetve van egy megemlékezés, amit abból az alkalomban szerveztünk, hogy idén 30 éve szűnt meg az Asbóth Oszkár futárhelikopter ezred. Most úgy néz ki, hogy közel 70-en igazolták vissza, hogy szeretnének részt venni ez a rendezvényen, és a Kamov, az egykor börgöndi Kamov mellé lesz egy olyan mezőgazdasági aktív helikopter Dányádi Miklóssal, aki bemutatót is repül, és majd a Kamov mellébe fogjuk vontatni a Imre Lujónak a Mi-2-esét, ami szintén erősen kötődik börgöndi katonai repülés időszakához. Ugye mondta, hogy 2 órakor vannak már a látványosságok, délelőtt is egyébként már van olyan, amit azért így az égben is lehet nézni? Lesz egy délelőtti blokk, így van, lesz a megnyitó, ejtőernyős ugrás, Pokettes, hungarokopter, lesz délelőtti, egy magyar tervezésű, egykori klubtagunk által épített Altus típusú motoros vitorlázógép, amivel azóta már több világrekordot repül, Dolhai Krisztián, és folyamatosan mennek a délelőttől kezdve egészen a 2 órás blokkig a sétarepülések. Helikopterekkel, 3 helikopterrel, 3 helikopter típussal és 4 különböző merevszárnyú repülőgéppel, köztük a Li-2-essel lehet sétarepülni. Ezekre mikor lehet jelentkezni? Akár ott a helyszínen? Csak ott a helyszínen. Ugye, ha már itt tartunk, hogy sétarepülés, fantasztikus játékokkal is készültek. Milyen játékok voltak ezek? Mi volt a nyeremény és a főnyeremény? Hát Facebookon tettük közzé, illetve rádióban is indultak nyereményjátékok.
lehetett belépőket, páros belépőket nyerni, és minden esetben a fődíj az 3 főre sétarepülés volt. Hát óriási volt az érdeklődés, és a visszhangok tekintetében is látjuk a visszacsatolásokat, küldik a fényképeket, hogy köszönik szépen, megkapták egy jegyet, és nagyon-nagyon várják a vasárnapot. A sétarepülés az milyen géppel történik? Akkor ugye fél óra, ugye, hogyha jól tudom, akkor annak az ideje. Mit nézhetnek meg azok, akik felszállnak? Hát tulajdonképpen kívánság szerint, tehát általában az emberek a lakhelyüket szeretnék látni felülről, a házukat, aztán van, aki a nyaralóját szeretném megnézni, azért Balaton és a Velencei tó közelsége erre ad lehetőséget egy fél órai repülésben is, de hát ebben rugalmasak vagyunk. Amit a nyertesek kérnek, mi azt megpróbáljuk teljesíteni. A kísérőprogramok erről egy kicsikét, hogy ugye sok minden van, de hát amikor én kim voltam 2 évvel ezelőtt, akkor tényleg a családoknak mindenféle program volt, tehát hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki el tudta magát foglalni. Lesznek színpadon programok, ez a 12 és 14 óra közötti idősávban, hiszen egyébként folyamatosan mennek a bemutatók és a repülések, tehát ahhoz viszont kell szakközvetítés. Ebben az idősávban lesz énekes a színpadon, lesz tánccsoport a színpadon, de a földön is rengeteg kiállító pont lesz. Lesz szimulátor, amit a gyerekek használnak, 254-es pilótakabin, amit minden évben rajongásig vesznek igénybe. De rengeteg olyan földi kiállító pont lesz, ahol fegyvereket lehet majd látni, oldtimer autókat, motorkerékpárokat lehet látni, lesz a gyerekeknek természetesen egy kis bursli is, és hát az ellátók is, akik készülnek erre a napra, hiszen jó idő esetén azért a sör és az üdítő az nagy mennyiségben szokott fogyni. Ugye több eszközzel meg lehet közelíteni, ugye lehet repülővel, helikopterrel, bármivel érkezni, de hogy busszal is lehet egyébként, ennek mi a menete, hogyan lehet igénybe venni ezt a buszt? A menetrend fönt van a honlapunkon, albatroszre.hu, illetve a Facebook oldalunkon. Egyébként a piactéri taxiállomás melletti parkolóból fog indulni, és óránként fog közlekedni Fehérvár-Börgönd, illetve majd Börgönd-Fehérvár útvonalon. Ami az érdekessége, hogy ez is egy oldtimer autóbusz lesz, egy régi Icarus autóbusz. Már egy ilyen szempontból is érdemes busszal kilátogatni a börgöndi repülőtérre. És akik autóval közlekednek, azoknak pedig arra hívnánk fel a figyelmét, hogy csak kizárólag Székesfehérvárról lehet kimenni, a börgöndi útról. Ne válasszanak egyéb útvonalakat, se a 62-es, se a 63-as út felől, mert nem tudnak bejönni a repülőtérre. Akkor hol tudnak megállni, vagy merre fele javasolni? Tehát Székesfehérvár, Börgöndi úton kell kijönni a városból, onnan még körülbelül egy 5-6 kilométer a repülőtér, és természetesen egészen be tudnak jönni. A repülőtéren több hektárnyi autóparkolót biztosítunk, úgyhogy mindenki tulajdonképpen a rendezvény területének színhelyére érkezik majd be. Mondjuk így a képek alapján is látjuk, hogy azért nagyon sikeres általában a börgöndi légiparádé. Tavaly is sikerült megrendezni, bármennyire is azért pandémia volt, de sikerült. Idén mi a helyzet, hogyan lehet látogatni a rendezvényt? Sajnos törvényi előírás, ezzel nem tudunk kibújni, hogy védettségigazolvány kell. Illetve azok a felnőttek, akinek 18 év alatti gyermekük van, ők igazolvány nélkül is látogathatják a rendezvényt. Ez sokakat esetleg elriaszt, hogy akinek nincs, az sajnos nem tud jönni a rendezvényre, de lássuk azért a jó oldalát is, hogy ez egyfajta védelem is azokkal szemben, akik kilátogatnak a repülőnapra, egyfajta védettséget biztosít, a mások emberek védettsége is. Mit lehet elmondani egyébként, mennyien szoktak megjelenni? Mondjuk hallottam itt, amikor előtte beszélgettünk, hogy a példatavaly ez igazán sikeres volt, azért is, mert ugye több légi parádé, vagy hát repülőnap nem került megrendezésre az országon belül. Minden repülőnapon több ezer ember jelenik meg, és több ezer jegyet is adunk ki gyerekeknek, iskoláknak, ingyen jegyet, amivel látogathatják a rendezvényt, hiszen ez a célunk most is, hogy a fiatalokat minél korábban bevonzuk a repülésbe, és azt mutatja az elmúlt évek tapasztalata, hogy ez működik is, hiszen nagyon sok fiatal
úgy jön hozzánk repülni, úgy jelentkezik a repülősportok valamelyikére, hogy elmondja, hogy őt az édesapja, vagy az édesanyja gyerekkorában rendszeresen kihozta a repülőnapra, és ő onnantól kezdve csodálja és készül arra, hogy egy ilyen sportban, valamelyik ágában a repülősportoknak részt vehessen. Ugye most fejlesztés zajlik a repülőtéren, ez zavarja a rendezvényt bármilyen szinten is? Nem fogja zavarni a rendezvényt. Párhuzamosan megy az Egyesület Önkormányzat által egy infrastruktúra fejlesztés, ennek most egy hangárépítése lesz majd látható. Olyan stádiumban van, hogy a kilátást nem fogja zavarni, ez egy lekerített terület, és ha majd elkészül a jövő évi repülőnapra, már természetesen ez egy kész hangárépület lesz, akkor is úgy fogjuk a közönség nézőpontját, vonalát meghatározni, hogy ez nem okoz majd problémát. Ugye már azért fontos, hogy tényleg így a fejlesztésről is beszélgessünk, tehát hogy elkészül most ez a hangár, vagy elkészül nem sokára ez a hangár, és utána még mi várható? A Börgön repülőtérnek a Modern Városok programban, illetve az országos repülőtérfejlesztési koncepcióban fontos szerepe van. Ez a repülőtér egy állami fejlesztésben egy kis gépek fogadására alkalmas regionális repülőtérre lesz fejlesztve. Ennek már elindult a folyamata, a város megkapta a feladatot és hozzá a forrást is, hogy a közbeszerzéseket, tervezéseket, előkészítő munkákat elvégezze. De ez a beruházás, ez egy akkora volumen, hogy ennek hosszú évek lesznek majd a kivitelezés időtartamai. Addig nem tudunk várni ezzel az infrastruktúrával, hiszen említettem, hogy Honvéd Kadét program és egyéb képzések kapcsán nagyon leamortizálódott a repülőtér infrastruktúrája, ezért az Egyesület, illetve az önkormányzat próbál ezen javítani. Mi elindítottuk a hangárépítést, van egy közösségi épület terv is az önkormányzat beruházásában, ami abban segítene, hogy kulturált körülmények között kapnánk infrastruktúrát, mosdó, fürdő, kávézó, étterem, szálláshely kapcsán, hiszen most 20-30-40 kadétot kell utaztatnunk minden nap egy tábor alkalmával, mert nincs elhelyezési lehetőség Börgöndön. Ezen próbálunk javítani, ez egyébként egy olyan nulladik típusú megvalósítása végleges fejlesztésnek, ami kiegészíti a regionális repülőtér fejlesztési tervét, egy sport és kis üzleti célú hátteret biztosít, addig is még az állami fejlesztés megvalósul. Annak a határidő, hogy mikor valósul meg minden fejlesztés, azt lehet-e tudni? Hát az állami fejlesztésről nekünk nincs információnk. Mi a mostani hangárépületet jövő hónapban átadjuk. A további pedig nem a mi kompetenciánk. Mi szeretnénk, ha ez minél hamarabb megvalósulna. Az Albatrosz Repülő Egyesülethez egyébként mennyien tartoznak? Mi jellemzi így az egyesületet? Közel 100 fő a taglétszámunk, ez beleértve az összes szakosztályt, tehát a vitorlázó repülőt, az ejtőernyőst, összes sárkány repülőt, és van egy öregsas szakosztályunk, ahol korábban vagy a katonaságnál, vagy civil közforgalomban repült pilóták vannak és tevékenykednek. Az, aki szeretne repülő pilóta lenni, mint mondjuk ön, és tényleg van mondjuk olyan kisgyerek, akit tényleg így a repülőnap, illetve a légiparádé elbűvöl, akkor neki hol kell jelentkezni, vagy hogy képeződnek ki a pilóták, hol tud jelentkezni? Erre például tökéletes alkalom az ilyen repülőnap, ahogy már mondtam, ki vannak állítva a vitorlázó repülőgépeink, és az egyesült tagjaink ott minden információt el tudják látni, de nagyjából ez úgy működik, hogy ősszel elkezdődik egy elméleti képzés, ez tart 4-5 hónapig. Március-április környékén levizsgáznak az első elméleti vizsgából, és ahogy az időjárás engedi, április-május környékén nekiállunk velük repülni. Idén nagyon jól sikerült haladnunk. Szerencsére nagyon sok olyan növendékünk volt, aki 14-15 éves, úgyhogy már közülük nagyon sokan egyedül repülnek, sokan már C-vizsgáztak, most hétvégén is volt egy C-vizsgásunk, ami már termikrepülés, és most ott állunk, hogy van 5 olyan növendékünk, aki remélhetőleg szeptember környékén már elmegy hatósági vizsgázni, onnantól kezdve pedig szakszolgálati engedéllyel rendelkező vitorlázó pilóta, és ha úgy alakul, akkor megy tovább. Van 2 olyan növendékünk, aki Nyíregyházára jár, ez repülőgépvezető képzés főiskolai szinten,
és van olyan, aki magánúton csinálta meg azt, hogy ATPL, tehát légitársasági pilóta képzésig jutott. Úgyhogy tényleg benne van az, hogy sportcélú, akár úgy, hogy versenyzéssel, akár műrepüléssel, akár távrepüléssel foglalkozik, kesztelési célú termékrepülés, távrepülés, vagy akár csak versenyrepülés, itthoni körülmények között, vagy pedig a hivatásos, akár katonai, akár civil előképzésnek a része is lehet ez. Helikopteren is meg tudnak tanulni, vezetni, vagy nem a pilótaként? Nálunk nem, a helikopter az hiányzik. Most egyébként még az, amit mondtad, hogy 14-15 évesen már ezen azért így megakadt egy kicsit a figyelmem, hogy ennyire fiatalon már pilóta lehet valaki? Vitorlázógéppel, igen, motorossal ott magasabb a határ, de 15 éves növendék. Tehát elkezdi 14 évesen az elméletet, és 15 éves kortól már időrepülhet. Nagyon laikus vagyok egyébként, hogy a vitorlázó repülő az miben másabb, mint egy másmilyen repülő? Hát jellegében ugyanaz, tehát ugye külön kell választani az ultra könnyűt, tehát mondjuk a háti motoros siklóernyőt, a siklóernyőt, az ejtőernyőt, ugye az teljesen más. Tehát van a sárkány repülő, ahol gyakorlatilag nincs egy merev szány szerkezete, hanem egy feszített vászon, dakronban ráfeszítve, és súlypont áthelyezéssel vezetik. Aztán van már a botkormányos UL, ahol úgy néz ki, mint egy repülőgép, csak a súlyhatárok mások, tehát maximum két embert vihet, 475 kg-ba korlátozva a maximális felszálló tömege. És ugye a vitorlázó az nincs motorja, de egy merev szárnyú repülőgép, fémből, fából, kompozitból építhető, együléses, kétüléses, és ott ugye a motor nélkül egy teljesen más gondolkodást igényel, mindent úgy kell kiszámolni, hogy vagy érjek oda, vagy nem. Távrepülés, termékrepülő és a műrepülés, ugye mindegyik az működhet motorossal is, vitorlázóval ezt az egész repülést motor nélkül kell felépíteni. Nem, mondjuk ez az igazi nagy kihívás szerintem azért. Ez egy szép dolog, igen. Igen, főleg így az időjárással összefüggésben is, meg úgy mindennel. Mások az időjárási, nem is minimumai, hanem inkább olyan feltételei, amiben lehet. Tehát mondjuk egy 300-400 méteres felhőalappal lehet mondjuk vontatni, vagy iskolakereket repülni, de sem mondjuk egy műrepülés, se verseny, se edzőrepülés, se távrepülés, vagy termékrepülés nem valósítható meg. Tehát igen, ez egy jellemzően az alap rész az nyári, de a kiképzésünk az kora tavasszal egészen késő őszig mehet. Ugye ön is fog bemutatót tartani, ez ilyen hány perces bemutatóra kell gondolnunk? És mi, hát mennyire lesz látványos? Ez hülye kérdés, tudom, de hogy... Ugye két dolog van, ami ugye nagyon ismert. Besenyei Péter, Verez Zoltán, motoros műrepülők, 360-400 lóerős repülőgépekkel, nagyon rövid szárnyal, nagyon gyors, látványos repülés. Hangos, ez tényleg füstel, ez teljesen más, mint amiben én versenyzek, vagy amit én bemutatóan repülök. Ugye a vitorlázó, az előbb elmondottak alapján nincsen benne motor. 1450 méterről indul, ha bemutató, 1250 méterről indul, hogyha versenyen repülünk. Itt van egy plusz magasság azért, hogy a figurákból több beleférjen, és az a kompozíció az kijöjjön. Minden úgy működik, mint a fizikában, gyakorlatilag az egésznek ez a lényege, hogy a sebességből magasságot lehet gyűjteni, a magasságból pedig sebességet. Tehát egy energiagazdálkodás az egész, hogyha valamekkora sebességem van, akkor valamilyen túlterhelés, egy forduló vagy irányváltás, és abból valameddig fölmegy. Ezt úgy kell összerakni, hogy ez látványos legyen, ezért két füst versenyen nincsen, ilyen bemutatón füst van, és hogy még legyen egy összhang, meg még egy plusz elem zenére van megkomponálva egy bemutató. Mennyire sokat kell erre előre készülni, meg kigondolni, megtervezni, hogy mi az, ami legyen egy ilyen bemutatón? Bemutatóra nem készülök, az nincs külön, majd szombaton repülök kettőt, mert nem. Idén nagyon sokat sikerült repülni, úgy voltam kint a világbajnokságon, hogy 80 felszállással sikerült kimenni, ilyen nem volt. 5 világbajnokságon voltam eddig, volt amire 27 felszállással tudtunk kimenni, volt amire 52-vel. Úgyhogy ez az, hogy a versennyel együtt most már bőven 90 fölött vagyok, idén műrepülő felszállás, és erre most külön nem kell. Tehát a figurák ugyanazok, a felépítés egy picit más, megvan egy fix program, és akkor azt fogom repülni. Hát biztosan nagyon látványos lesz egyébként. Ugye már említette a Dávid, hogy lesz ez a bajtársi találkozó is most szeptember 12-én. Egy kicsit, hogyha erről bővebben beszélnénk, hogy minek is az emlékére, mert csak megemlítette a Dávid.
Egyébként Dávid ötlete volt, hogy 30 éve szűnt meg az Asbóth Oszkár futárhelikopter ezred, és hogy ez kiváló alkalom lenne arra, hogy azok az egykori bajtársak, pilóták, műszakiak, akik ebben az ezredben dolgoztak, azok lehet, hogy hosszú évek után itt Börgöndön tudnának találkozni. Erre tettünk egy felhívást, és meghívtuk ezeket a pilótákat, műszakiakat, hogy jöjjenek el a repülőnapra, legyenek a vendégeink, és egyébként meg egy bajtársi beszélgetésben, egy köszöntő után érezzék jól magukat. De ez olyannyira sikerült, hogy az előbb hallott számokkal ugye már jóval 70 fölött van a jelentkezőknek a száma, ami azt is eredményezheti, hogy van, aki 25, akár 30 éve nem találkozott azokkal, akikkel egyébként nap mint nap együtt repült, és itt szolgált Börgöndön. Ez úgy gondolom, hogy ez az ötlet, Dávid ötlet, ez egy nagyon jó kezdeményezés arra, hogy mi mai repülők megbecsüljük a múltat, akiken keresztül eljutottunk a mai állapotig. Úgyhogy én is várom, van egy-két személyes ismerősöm is közöttük, én is várom ezt a találkozót, hogy mennyi ismerőssel fogunk összefutni, és hogy a véletlenek mire asszociálnak, pontosan hogy ma az Albatrosz Repülőegyesület Börgöndön lehet, hogy lehetett 26 éven keresztül repülőnap, hogy nagyon sok fiatal került ki közülünk, az egy apróságon múlott, és ezt is szeretnénk megköszönni, reméljük, hogy lesz rá mód, hiszen ez úgy kezdődött, hogy 26 évvel ezelőtt kértünk egy kihallgatást az akkori parancsnoktól, Drienko Ottótól, és elmondtuk neki, hogy hát mi szeretnénk itt repülni, akkor már nem volt repülés Börgöndön, elvadult a pálya is, nem volt karbantartva, és mi ezt sárkányrepülőről láttuk, le is szálltunk, és fogadott bennünket, és elmondtuk, hogy mi, nekünk pénzünk nincs, de szívesen rendbe tennénk a leszállópályát, hogyha mi itt repülhetnénk. Hát nézett nagyot, mert akkoriban azért nem volt szokás, hogy egy működő alakulathoz civilek bejárnak és ott repülnek. Lényeg az, hogy ez egy akkor őrnagyi rangban lévő fiatal ember nem zavart el bennünket, hanem beszélt a parancsnokságával, és lehetővé tette azt, hogy mi ott elkezdjünk repülni. És innen indul az egész Börgöndi repülőtér története, hogy akkor volt egy ember, aki kiállt mellettünk, és lehetőséget biztosított, hogy mi ott elkezdjük a repülést. Ha akkor ez nem így történik, ma lehet, hogy nincs Börgöndi repülőtér se, mert annak a jelenlétét azért az Albatrosz Repülőegyesület biztosította. Hát ennyit a régi történetekről és a véletlenekről, vagy a jó akaratú emberekről. Ugye mondta, hogy jelentkeztek, hogy rendbe tennék magát a környezetét a repülőtérnek. Mekkora területről beszélünk egyébként? Több száz hektár a repülőtér területe. Ennek ma körülbelül egy 1200 méter szer 300 méteres területe az, ami folyamatos karbantartás alatt van. Ez is egy óriási terület, ha ezt évente 3-4-5-ször kell kaszálni, akkor bizony sok órát kell tölteni a traktoron. De itt az Egyesület tagjai mindenféle költségtérítés nélkül és fizetés nélkül 26 éve csinálják, és valószínű, hogy ez viszi az Egyesületet mindig egyre előre, mert az a fajta repüléstudat, a múlt, a jelen és a jövőnek az építése, ismerete az szükséges ahhoz, hogy egy egyesület ilyen jól tudjon működni. Nagyon sok mindenkit várnak akkor most vasárnap. Hány órakor kezdődnek a programok? Hánytól lehet érkezni? Vagy mikor érdemes, inkább így mondom, hogy már az első programot lássák? 8 órakor lesz kapunyítás, 9 órától már indulnak a repülőprogramok. 10 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó, azt követően lesz egy koszorúzás, aztán megint a levegőjé a főszerep, 11-kor lesz ennek a találkozónak a megemlékezése, és aztán az imént említett programok jönnek sorba egymás után, percnyi pontossággal, úgyhogy senki nem fog unatkozni se a földön, se a levegőbe. És hát közben pedig azokban a résidőkben, amikor a repülésirányítás tudja indítani a sétarepülést, azok folyamatosan fognak menni.
Tehát fél óránként indulnak mondjuk így a sétarepülések? Vagy? Ezt sem mondanám, lehet, hogy 10 percenként fognak indulni, attól függ, hogy a gépeket hogy tudják tölteni, a helikopterek minden bizonnyal, azok egész nap dolgoztak a tavalyi évben is, a nagyobb gépek azok pedig azokban az időszakokban tudnak repülni, amikor az a fajta műrepülés nincs a területen, amikor valóban meg kell állnunk az egyéb repülésekkel. És akkor ezekre a helyszínen lehet jelentkezni. Egyébként a programokról, már az egész nap felépítéséről hol tudnak tájékozódni? Mai nap felkerül az Albatrosz oldalra, illetve a Facebook oldalra is, úgyhogy aki kíváncsi pontosan időpontra, hogy mikor mi következik, ott tájékozódni tud. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak, akkor nagyon-nagyon szuper légiparádét kívánok idén is. Hála Istennek idén sem marad el a repülőnap, de védettségi igazolvány akkor kell majd hozzá mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és ha tehetik, menjenek el szórakozni vasárnap, már reggel 9 vagy fél 10-től a Börgöndi repülőtérre. Sok-sok látványosság várja önöket aznap. Viszontlátásra!